Sziasztok! Hoztam egy kis segéderőt, ő itt Luna. A következő műsorszámunk nem más, mint kerekasztal beszélgetés szinkron színészekkel, akik nem mások, mint Molnár Levente, Molnár Ilona és Gacsal Ádám. Fogadjátok őket nagy szeretettel! Sziasztok! Ciao. Ugye sziasztok. Molnár Levente és Molnár Ilona nem titok, ugye testvérek. Én pedig nem vagyok a testvérük. Hát nem. Te külön ágról érkeztél. Ugye hát Molnár Leventéről ugye, mint tudni illik, ugye Pókemberben is szinkronizált, a Junóban, a Madagaszkárban, Tsubasa Kapitányban, ugye egy animés vonalat is nézzünk, ugye a Tsubasa Kapitányban, Yu Yu Hakusho, Chrono Crusade. Testvére, ugye Ilona is azért elég sok animében hallhattuk a hangját, mégpedig a Full Metal Panicből Inuyasha Kagome hangja, tessék, például Perfect Blue, ugye, meg Pokémonból is, és a Trónok harcából is Targaryen, ugye, Daenerys Targaryennek a szinkron hangja volt. Ádám, jó, én meg a Harry Potterre, érted? És lehet itt menőzni. Igen. Hát Ádám, az meg, ő meg ugye pedig Harry Potter. Tehát, és meg ugye League of Legends, Vampire Knight, Bleach, Naruto-ból is ismerős lehet a hangja. Úgyhogy velük fogunk most beszélgetni. Kezdjek én? Kezdjél, persze. Akkor, hogy bemelegítsünk egy egyszerűbb kérdéssel. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy hogyan lesz általánosságban az emberből szinkronszínész, illetve hogy ti hogyan csöppentetek ebbe a dologba bele? Kezdem. Nálam nagyon egyszerű volt. Nekem az anyukám szinkronizált. Ő a színművészeti elkezdte, aztán amikor ő első éves volt, akkor bejött ez a szinkronképzés, és aztán bejöttem én is. És amikor megszülettem, akkor ők már jártak fel a Pannoniába szinkronizálni, és eltelt 7-8 év, és akkor már hétvégente engem is felvitt oda. És hát egyszer kipróbáltak. Ott szaladgáltam a Márvány folyosón, és egyszer csak behívtak, hogy nem akarok elmondani egy mondatot. Mondtam, hogy nem, de aztán meggyőztek. Ez elég egy mondat volt. Meggyőztek, és amikor elmondtam, akkor rájöttem, hogy nem is olyan rossz. Köszönjük szépen. Ma akarod mondani te? Ja, kettőnk nevében. Mert mi együtt kezdtük annak idején a szinkront, és hát mi rendhagyó módon egy olyan szinkron képzésre jártunk még pici gyerekként, ahol különböző színészek és rendezők tanítottak, és akkor onnan hívtak be minket először a stúdióba, és így végigjártuk a ranglétrát. Először tömegeztünk, ilyen különböző filmekben csináltunk ilyen, tudjátok, amikor itt szurkolnak a lelátókon, meg rohangálnak a gyerekek, meg ilyenek. Na, azok voltunk mi, többet magunkkal, és aztán utána szépen lassan elkezdtek kisebb szerepekre hívni, és aztán nagyobb szerepekre is minket. És mindegyikünk más-más útvonalat járt be. Én többek között elkezdtem különböző filmeket, meg sorozatokat fordítani. A Tüncsi pedig, mert egyébként Molnár Ilona a hivatalos neve, de mindenki Tüncsinek szólítja őt a stúdióban, mert hogyha szeretné elmondani, hogy miért, akkor elmondhatja. Odaadom neki a mikrofont. És ő pedig szinkronrendezőként is dolgozik. És ennyi. Köszönjük szépen, hogy válaszoltatok. Réka? Hát mitől lesz jó egy szinkronszínész? Hogy milyen képesség kell hozzá? Tehát nyilván kell egy kis jó hangszín talán, de hogy azért mégis mitől lesz jó egy jó szinkronszínész? Ezt most Ilonától. Hát mindenféleképpen kell jó ritmusérzék, szerintem elsősorban. Akkor mármint úgy értve, hogy ritmusérzék, hogy amikor megy a szöveg, és akkor azt én, hogy ráérez a színésznek a ritmusára, igen. Aha. Attól lesz ugye szinkron, hogyha vele egyszerre tudsz beszélni. Azért
Kívülről elég könnyűnek tűnik, de valójában nem az. Tehát, hogy nagyon sokat kell az embernek gyakorolnia hozzá. És akik már most csöppennek bele, szerintem azoknak még inkább sokkal nehezebb dolga van, mert egy sokkal felgyorsultabb világba csöppennek bele nálunk. Azért még volt próba, hangos próba, és csak utána volt felvétel. Tehát, hogy nekünk több időnk volt, és nyugodtabb körülmények között tudtuk ezt megtanulni. És egy ilyen próba az hogy zajlik, hogy csak a néma filmet látod, vagy hallasz is hangot hozzá? Vagy? Hallunk hangot hozzá, igen. Igen, pont. De ez nem mindig volt így. Régen csak a próbán hallottad. Ja. Régen úgy volt, hogy akkor még nem volt fülhallgató, hanem akkor csak a próbán hallhattuk az eredeti hanggal együtt a filmet, és felvételnél meg semmi nem volt. És mit kell gyakorolni hozzá? Olvasni kell sokat? Olvasni, hangsúlyozni. De nem ugye magunkban, hanem hangosan, ugye? Én hangosan, ugye? Igen, mindenképpen, persze. Mm-hmm. Igen. Én például nagyon sokat bakizom, és így én mosom a szöveget. Tehát, hogyha én nem olvasnék, de bevallom a WC-n hangosan, akkor... Tehát, hogy én így beszélek hát be reggel. Hát... És még akkor sem mindig sikerül rendesen beszélnem. Van, hogy egész nap folyamatosan mindent ötször kell felvenni velem. Szóval nem árt egyébként hangosan artikulálva, meg fontos rákészülni egyébként, de a legtöbbször nincs rá idő. Van itt közületek olyan, aki tudja, hogy működik a szinkron? Tehát akinek van... Oké. Okay. Csak azért, mert elhangoznak tőlünk ilyen mondatok, és hogy lehet, hogy nem értitek őket, de hallottok minket? Lehet, hogy nem is hallottok minket, és csak mindenki... Igen, oké. Na, szóval régen ez úgy volt, hogy volt egy ilyen nagy vászon, és akkor ezen ment a film. Ennek volt a tetején egy ilyen timecode nevezetű, ahol futott, hogy hányadik percnél tart a film. És régen, körülbelül egy ilyen ekkora teremben, nem viccelek, mármint hogy mi itt a színpad meg a széksorok, így beálltunk, és volt a vászon, volt a mikrofon, volt szöveg a kezünkben, és először levetítették azt a 30 másodpercet a filmből, ahol a mi karakterünk éppen mondott valamit. És akkor ezt megnéztük kétszer-háromszor, utána elpróbáltuk, amikor már nem hallottunk hangot hozzá, csak hogy tényleg ritmusra meg a szövegre jó-e, és aztán utána fölvették körülbelül kétszer-háromszor. És ez mára már sokkal inkább úgy néz ki, hogy hát egy ilyen félszínpadnyi stúdióba megyünk be, van egy tévé, ott van a mikrofon, elé állunk, van, hogy van szöveg, de van, hogy már külön monitor van, amin a szöveget kivetítik nekünk, és megmondják, hogy ez a film, ez a karakter, vehetjük. És akkor elindítják a filmet, van egy fülhallgató rajtunk, mi pedig olvassuk a szöveget, és így megpróbáljuk viszonylag azonnal felmondani a különböző sorokat, meg szövegeket. Szóval a ritmusérzéken túl, hogyha az embernek vannak ilyen gyors reakció ideje, vagy akár ilyen improvizációs készségei, azok nagyon-nagyon sokat segítenek. Ja, igen, és ehhez kapcsolódóan azt akartam mondani, hogy ugye itt négy dologra kell egyszerre figyelni. Tehát olvasol, hallgatod, nézed, és ugye beszélsz. Szóval, hogy ennek egy része egy ilyen készség, ami vagy van, vagy nincs. A többi része pedig rutin. A tehetség mellett persze, tehát hogy valaki teljesen, de valaki nem tudná, de akinek megvan a tehetsége, annak tényleg négy felé kell figyelni, és ez az idők során kialakul, és akkor rutinná olvad tulajdonképpen az egész. Ha már is szóba került az, hogy hogyan is zajlik maga ez a beszéd, engem az érdekelne, hogy amikor az egyes karakterekre hat a mozgásuk, tehát hogy a hangjukra például futnak, ugrálnak, akkor azt valamennyire leszoktátok utánozni a stúdióban, ti is? Mármint, hogy így futunk-e mondjuk egy helyben, vagy így hát, gondolod? Akár, vagy hogy egy vagy kicsit kocogtok. Hát, az csak nem. Igen, valamennyire szerintem igen. Oké, szóval, hogy azért nem tudunk mondjuk futni egy futás közben, amit a képernyőn látunk, mert az dobogó hangot eredményezhet a stúdióban, és azt ugye szintén felveszi a mikrofon. De az ember megpróbálja kicsit úgy hajlítani, nem tudom, a testét amennyire lehet, hogy még a mikrofon előtt maradjon, de hogy meglegyen az az érzet, hogy éppen futunk felfelé a hegyre.
Szóval ez körülbelül így néz ki, technikailag. Köszönöm a demonstrációt is hozzá. Meg ugye nyilván, hogyha még a felvétel előtt az ember egy kicsit úgy gyorsabban szedi a levegőt, akkor már alapból elkezd annyira liegni, hogy olyan, mintha már futott volna valamennyit. Úgyhogy vannak ilyen technikák persze, amiket mindenki bevet, hogy minél élethűbb legyen. Értem, köszönöm. Ádám, valamit hozzáfűzöm? Ezzel kapcsolatban egyébként csak annyit mondanék, hogy ugye hangmérnök múlik, hogy az eredetit emeli-e be, hogyha van olyan sávja, vagy azt mondja, hogy azért csináld meg, és ha lehet, akkor azt is belerakjuk a filmbe. A saját nyögéseidet, a saját egy csókhang, vagy egy ilyen ásítás, vagy valami ilyesmi. És én sokkal inkább azt preferálom, amikor végig lehet csinálni. Persze időigényesebb, picit jobban kell koncentrálni, de amikor... Tehát lehet néha hallani, hogy mondjuk a beszéd és a mondjuk egy nyögés, vagy egy sóhaj között van egy kis differencia, és akkor olyankor azt hallod, hogy átemelték az eredeti hangsávról. És én mindig azt mondom, hogy vegyük már fel, mert hogy nekem úgy tiszta a lelki ismeretem, és ezt tökre szeretem megcsinálni. Szóval te szeretsz nyögdécselni. Tulajdonképpen szeretek nyögdécselni, mondhattam volna így is. És mi alapján választanak valamelyiket például egy karakter szerepet, tehát hogy milyen a hangmagasságod, vagy hogy milyen a hanglejtésed, vagy mi alapján választanak kik benneteket, hogy nagyon-nagyon nagyon jó kérdés, de mivel a Tüncsi szinkronrendező el tudja mondani, hogy mi alapján választ én hangokat. Én általában úgy, hogy amikor megnézem a filmet, akkor aki elsőre az eszembe jut, mindig az a legjobb szereposztás. Tényleg? És akkor utána már nagyon nehéz, hogyha esetleg nem ér rá az a színész, másikat választani helyette. Az olyan mozifilmeknél, például ahol meg casting van, ott meg ugye a külföldi megrendelő választja ki, és ott azt szokták kérni, hogy a leginkább az eredetihez hasonló, tehát nem kinézetre vagy bármi habitusra, hanem hogy a hangszínben az eredetihez leginkább hasonlító színészt kérjék fel. És mindenkinek ugyanazt kell eljátszania? Tehát a próba felvételen, amikor így... Igen, mindenkinek ugyanazt a jelenetet, aha. Igen. És hogyan zajlik egy felvétel? Egy ilyen castingos felvétel? Igen. Hát általában három hangot szokott kérni a megrendelő, uh-huh. És akkor három színészt hívnak ki. Uh-huh. És ugyanúgy, mint bármelyik másik felvételnél, tehát hogyha már a filmet vennénk élesben, uh-huh. Ugyanúgy, csak a megrendelő által összevágott kis apró mondatok vagy jeleneteket szinkronizáljuk le akkor. És mondjuk... Ha egy mondjuk Disney filmről legyen most szó éppen, igen. Akkor ti mennyire tudjátok azt, hogy nektek ez egy Disney film, vagy hogy mennyire ismeritek majd előtte a történetet, vagy ez hogy működik? Vagy csak megkaptok egy nyers anyagot, vagy hogy? Már amikor felhív minket a gyártásvezető, már akkor tudjuk, hogy mire kérnek fel minket. És amikor meg esetleg kiválasztanak, akkor meg a felvételnél a rendező elmondja a történetet. Tehát, hogy akkor mi már tudjuk. Legfeljebb nem látjuk annyira pontosan a képet, mint ami majd a végleges lesz. Sőt, volt olyan is, ami a Madagaszkár című animációs filmnél, ott még nem is volt kész maga a film, hanem ilyen fázisrajzok voltak egy csomó helyen. A hangot már felvették, ugye majd mondták, hogy majd ahhoz fogják megrajzolni, de még nincs kész, de ez nem is baj, hanem a szinkron készüljön el hozzá, mert talán azért is, mert világpremiér volt. És akkor mire kész vannak a filmmel, addigra a szinkronnak is kész kell lennie. És ott a sztoriból legfeljebb annyit tudtunk, hogy vannak állatok, akik megszöknek egy állatkertből és elmennek valahova máshova. Igen, nálam is volt ilyen, pont a Harry Potternél volt az, amikor még tényleg a 2000-es éveknek az elején, akkor még tényleg ilyen nagyon félkész képet kaptunk, és az olyan jeleneteknél, amikor tényleg valami olyan történt, ami ugye nem létezik, akkor én azt láttam, miközben szinkronizáltam, hogy egy green box előtt egy ilyen, nem tudom mi, valamire felkapaszkodik a színész, és fújják a haját, de hogy én konkrétan nem láttam mondjuk a sárkányt.
És én a moziban láttam először, hogy mi van, és akkor elmagyarázta nekem a Csörögi István szinkronrendező, hogy itt egyébként az van, hogy felül egy sárkányra, és nagyon örülnek, és hú, ezt kell csinálni, csak hogy tudjam egyáltalán, mert akkor még a kezdetleges, legelső képet kaptuk. És egyébként ezt szerintem tök menő, hogy ezt néha látjuk. Ha már így felmerültek ezek az emlékek, akkor azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy melyik volt a kedvenc munkátok, és melyik volt esetleg az, ami valamiért csalódott voltatok vele a végén, vagy szimplán csak nem tetszett? Fú, nagyon nehéz kedvencet választani. Szoktam ilyen listákat írni, néha 3-as, 7-es, 10-es, tehát vannak ilyenek, de olyan nehéz beválogatni bármiből, amit akár könyvekből is. A kedvenc. Hát azt tudom, hogy számomra ilyen nagyon meglepő volt mindig, hogy van egy korosztály, akik a Hey Arnoldon nőttek föl. Szevasztok! És hogy felnőtt egy korosztály ezen a rajzfilmen, akkor még én is gyerek voltam, meg nagyon fiatal. És aztán utána például a Madagaszkár című filmet, azt egy egész másik korosztály látta már. Tehát lehet, hogy van átfedés, de hogy mégis tök mások. És számomra nagyon emlékezetes volt egyébként a Csodálatos Pókembert, nagyon-nagyon bírtam. Nagyon-nagyon bírtam volt egy Macaulay Culkin és Elijah Wood dráma, az volt a cím, hogy a Jó fiú. Azt, hogyha nem láttátok, akkor nagyon ajánlom. Nagyon drámai film, de nagyon jó, és nagyon jó élmény volt csinálni is. És hát rengeteg ilyen apró emlékből tevődik össze a szakmai múltam, tehát hogy így nem tudnék egyet kiemelni, hogy fú, ez volt a legjobb, vagy ez volt a legrosszabb. Talán ilyen, hogy legrosszabb ilyen nem is volt. Amikor visszahallgatom magam, akkor van olyan, hogy fú, hát ezt azért megcsinálhattam volna jobban is, vagy mégse nekem kellett volna szinkronizálni, de ezen már nem tudok változtatni. Talán inkább azért emlékezetesebbek a régebbi szinkronok, mint mondjuk a Hey Arnold, mert akkor nem különvettek minket, hanem még akkor mindannyian együttben voltunk a stúdióban. És azok sokkal jobb hangulatban teltek azok a forgatások, nyilván sokkal többet tudtunk viccelődni, mint hogyha az embert egyedül veszi fel a stáb. De nekem sincs egyébként kifejezetten kedvenc, én valahogy minden szerepemet, amikor csinálom, akkor éppen az a kedvenc, vagy azt szeretem a legjobban. Nyilván, amikor a Leventével szerelmes párok vagyunk, az is tök jó. Igazából szerintem mind a hármunkról elmondható, hogy nagyon szeretünk szinkronizálni. Úgyhogy máshogy ezt nem is lehet szerintem csinálni. Én is hiányolom azokat az időket, amikor még benn voltunk, és direkt rászámoltak egy órát a diszpóra, hogy itt biztos, ha ez összekerül, ez a 2-3 ember, akkor ott 10 évad. Nevetés lesz, szórakozás, hiányzik. Hogy van-e kedvencem? Nyilvánvalóan ugyanúgy, mint nekik, nem tudok kiemelni, de mondjuk az utóbbi időből van egy kedvencem. Ez a Netflixre készült a Clark nevű sorozat, ami egy svéd bankrablóról szólt, aki nem is tudom, tizenvalahányszor szökött meg a börtönből. De úgy néz ki az egész sorozat, mint egy hosszú videóklip, és annyira élveztem, és folyamatosan narrál, miközben történik a cselekmény, fölötte narrálja az eseményeket a főszereplő, és ezt 2 hétig dolgoztam rajta, és annyira élveztem, mint már nagyon régen munkát. Úgyhogy nekem most van egy személyes kedvencem, és ez a Clark. Köszönjük szépen! Esetleg volt olyan emlékezetes, mondjuk közösségi pillanatotok, hogy így felismertek úgy a hangotok alapján így a járókelők, vagy igazoltatás közben, vagy valamilyen vicces történet, amiből egy jó sztori kerekedett. Nekem tök ciki, soha nem ismeri fel a hangomat. Nyilván nem tudom miért, amikor valaki megtudja, hogy szinkronizálok, akkor mindig mondjuk, hogy jó, tényleg, és miben? És akkor elkezdem sorolni, hogy milyen sorozatokban, és ja, hát én azokat felirattal nézem.
Úgyhogy nekem még nem volt, sajnos. De várom, hát ha egyszer valaki. Nekem se szokták egyébként felismerni. Bemegyek egy boltba, és mondjuk 10-ből egyszer van az, hogy te nem vagy szinkronhang? Vagy mondjuk múltkor a Budapest Parkban egy koncerten, így megkérdezte valaki, hogy te nem vagy izé? De hogy ez így tényleg nem is 10-ből egy, hanem inkább 20-ból egy. Tehát, hogy igazán ritka. De szerintem ez annak köszönhető, hogy nekem alapjáraton nincs egy ilyen különleges hangom, hanem én inkább az vagyok, aki egy csomó mindent tudok vele csinálni. De vannak olyan kollégáink, most tényleg Szokol Peti jutott eszembe először, aki mindenhol a papagáj, meg a törpe, meg ilyenek, és akkor tehát ő biztos, hogy nem tud úgy bemenni a dohányboltba, hogy ne mondják azt, hogy te voltál ebbe a papagáj, vagy valami. Én nálam tök ritka, és egyébként ez tök kényelmes, mert hogyha mindenhol felismernének, azért, na, tehát hogy ennek van egy jó oldala, hogy minket azért inkább hallanak, és nem látnak, és ezért nem állítanak meg lépten nyomon. Igen, hogyha felismerik a hangomat, akkor általában úgy szokták, hogy tudom, hogy szinkronizálsz, de miben is, és akkor hosszan keresgéljük, hogy melyik sorozatban, vagy rajzfilmben, vagy hasonlóban láttak. Vagy a legmeglepőbb az volt, amikor bementem egyszer egy boltba, és megkérdezte az eladó, hogy nem ismerjük-e egymást valahonnan. És én tudtam, hogy arra gondol, valószínűleg, hogy ő hallotta a hangomat, meg ismeri, és hosszan beszélgettünk arról, hogy vajon mi honnan ismerhetjük egymást, hogy egy általános iskolába jártunk, vagy egy gimnáziumba, vagy hogy egy környéken laktunk, és így egyik sem, és akkor így egyszer csak így végre kiderült, hogy azért, mert ő hallotta valahol a hangomat, és aha, hát innen. Köszönjük szépen. Luna? Az előbb mondtad olyat, hogy sok ismerősöd felirattal néz sorozatokat, filmeket. Ti szinkronnal nézitek, vagy felirattal nézitek a filmeket, sorozatokat, amiket néztek? Vagy van egyáltalán időtök ilyesmire? Én sok mindent szoktam nézni, igen. Mondhatni rám, hogy tévéfüggő vagyok. Szinkronnal kezdem el mindig, és attól függően, hogy mennyire fog meg, vagy mennyire tetszik, hagyom úgy, vagy kapcsolok át feliratra, hogyha nem értek vele annyira egyet, vagy annyira nem tetszik. De például az HBO ment az Ez bűn című sorozat, és annál észre se vettem, hogy szinkronnal nézem, annyira magával ragadott maga a történet is, meg annyira jók voltak a hangok. Azt te rendezted, nem? Nem. Szoktátok ugyanazt a színészt máshol is szinkronizálni? Tehát másik filmben ugyanúgy fölkérnek benneteket, hogy beváltatok úgymond, és akkor gyere ide, léci, vagy ez hogy működik? Vagy korábbi szerep miatt választottak-e egy másikra? Olyat, hát szinkronrendezője válogatja, hogy vannak, akik szeretik ugyanazokat a hangokat használni, vannak, akik nem néznek utána, hogy az adott színész szinkronizálta-e már valaki, és ezért valaki másra osztják ki, vagy éppen ennek ellenére ugyanarra a színészre hívnak mondjuk akár engem, akár bármelyikünket. Szerintem ez mindig szinkronrendezője válogatja, illetve van, hogy néha a stúdió, vagy a megrendelő, a Netflix, vagy akár a Disney Plus, vagy az RTL Klub kéri azt, hogy itt ugyanaz a színész legyen a hangja. De most pont volt egy ilyen eset, hogy az Andrew Garfieldot, ugye én a Csodálatos Pókemberben, a Közösségi Hálóban, illetve a Fegyvertelen Katonában szinkronizáltam, de most jött ki az új filmje, a Tick Tick Boom, abban például nem én vagyok a hangja. Én nem tudom, hogy miért, hozzám nem jutott el a híre, hogy miért nem engem választottak. Vélhetően azért, mert ugye ez egy énekes szerep, és akkor talán még nem tudták azt, hogy fel kell-e énekelni majd a dalokat, vagy nem. Úgyhogy egy olyan színészt választottak rá, aki meg nagyon jó ebben. Én általában rendezőként mindig ragaszkodom hozzá, hogy megtartsam ugyanazt a hangot, aki szokott lenni, még akkor is, hogyha egyébként mondjuk nem értek vele egyet. Én szeretek kedvezni a nézőnek, hogyha már megszokott valakit valakire, akkor azt nem szoktam lecserélni. Engem már cseréltek le, az Emilia Clarke-kal is, de hát nem mondom, hogy boldog vagyok tőle, de hogy így ez van. Tehát, hogy ezt így el kell fogadnunk, hogy
hogy ezt, akkor nem mi lettünk, nem én voltam a hangja. És a szinkron színészet, az mennyire hiány szakma, vagy ez hogy működik, hogy a színészeket rántják be, hogy akkor gyere már egy kicsit szinkron színészkedni, vagy fordítva, hogy csak szinkron színész valaki, ez hogy működik, vagy ez hogy kell elképzelni? Hát az biztos, hogy régebben, amikor elkezdődött a szinkronizálás, valahol az 50-es évek közepén, végén, egészen 92-93-ig, amíg meg nem jelentek a nagy kereskedelmi csatornák, addig a szinkronnak a színészek között is rangja volt. Amikor még állt a Hűvösvölgyi úton a Pannonia Filmstúdió, akkor az volt nagyjából az egyetlen, illetve a Mafilm, ahol szinkronizáltak, és ott tényleg az volt, hogy ott volt egy nagy büfé, a színészek a két színházi próba között, vagy este az előadás után bementek, és akkor ott ült mindenki, és mi is ebben nőttünk fel, és azért van nagyon-nagyon sok emlékünk, hogy mi rengeteget nevettünk ott, rengeteg csíntevés volt gyerekként, olyan színészekkel beszélgethettünk, akikkel egyébként nem találkoztunk volna, és aztán utána, ahogy egyre több kisebb stúdió jött, meg a technika is fejlődött, ez szépen lassan átalakult. Most már nincsenek olyan helyek, ahol így nagyon össze lehetne jönni és találkozni lehetne. És szerintem volt egy időszak, amikor színészeknek úgy derogált elmenni, hogy én nem szinkronizálok, mert én vagy a színházban játszom, vagy filmeket forgatok. És azt gondolom, hogy ez most megint kezd megváltozni, most ismét nagyon sok ismert színész jár újra szinkronizálni. De hogy ez mennyire marad így, vagy hogy... Ez gondolom egy ilyen folyamatosan változó dolog. De mostanában szerintem egyre többen klasszikus színházi színészek újra járnak szinkronizálni. Viszont gyerekekből mindig hiány van, mert ugye a gyerekek mindig nőnek fel, változik a hangjuk, mutálnak, és a gyerekekből mindig kell az utánpótlás. És hány éves korosztály? Tehát az... Hát akik már tudnak stabilan olvasni, azok jöhetnek. És hol lehet így jelentkezni? Tehát, hogyha valaki szinkron színészre adná a fejét, hogy kipróbálná magát, ezt úgy hol érdemes keresgélni? Hát az interneten, és akkor ilyen szinkron színész képzőket. Azt, hogy ezekből most, bár mi is a Leventével innen indultunk, de hát 30 évvel ezelőtt az a szinkron színész képző már nem létezik sajnos. Hogy melyik a legjobb, vagy melyik miben jó, azt sajnos nem tudom megmondani. Nekem egyébként erről határozott véleményem van, hogy kerül be az ember, meg hogy mi ennek a metódusa. Én szerintem az a legszerencsésebb, amikor fiatal korban már elkezdi valaki, mindegy, hogy miért, célzottan, vagy csak hogy oda keveredik, mert akkor azt a rutint, a tehetsége mellett azt a rutint nagyon hamar elsajátítja, ami ez a szakmához a mai napra valóban kell. Tehát, hogy egy picit futószalag lett ebből, tehát, hogy most már nincs annyi idő, sőt, töredékidő van arra, a 20 évvel ezelőttihez képest. És én egyébként nem hiszek abban, hogy így ezt így meg lehet tanítani. Szerintem érdemes kipróbálni olyanokat, akik tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretnék, és szerintem lesz mint 10-ből egy, akiben megvan minden ilyen adottság, ami ehhez kell. Nem hiszem, hogy ezt tanulni lehet. Én kicsit így vagyok vele egyébként. Én ezzel egyetértek, hozzátéve most erről az jutott eszembe, hogy azért a technika szerintem ma már otthon is adott, hogy bárki kipróbálhatja, hogy milyen ez. Tehát nem kell hozzá semmi más, csak egy mikrofon, meg egy jó vágóprogram, bármilyen videóra lehet bármilyen szöveget írni, és megpróbálni elmondani otthon, és aztán utána visszahallgatni, hogy ez milyen lett. És egy csomót lehet gyakorolni, meg jól lehet szórakozni vele. Egyébként házi bulikban is ajánlom, ha bekapcsolásra kerül a tévé, akkor bármilyen filmet nagyon vidámmal lehet tenni, hogyha leveszitek a hangot, és megpróbáljátok ti magatok elmondani, hogy vajon mit mondhatnak a szereplők. Köszönjük! Köszönjük a tapsot! Erre a reakcióra, erre az ötletre nem számítottam. De kösz!
Én azt szeretném még tőletek megkérdezni, hogy volt-e olyan film, amiben szinkronizáltatok valakit, akár több valakit, és nem voltatok megelégedve a végeredmény, és nem bírjátok a mai napig esetleg visszanézni? Nekem friss élményem van ezzel kapcsolatban. Direkt nem mondok neveket. Hát szokott olyan lenni, hogy kimegyünk egy stúdióba, ahol több műterem van, és akkor látják, hogy ott mész a folyosón, és hogy majd ugolj már be egy pár mondatra, tudod. Hát ez egy klasszikus. Ha valaki nem tudott kijönni, vagy megbetegedett, és egy-két mondatot el kéne mondani. Megkért az egyik szinkronrendező, megvárom az ovációt. Megkért az egyik szinkronrendező, hogy menjek már be, tényleg csak egy 3-4 mondat. Bementem, és egy ilyen 62 éves ember voltam, és mondom, egy kicsit idősebb. Olyan kb. Duplája, és így mondta, hogy nem baj, jó lesz. És na, én ilyenkor például azt szoktam mondani, hogy nem ár. Tehát ennyire legyünk már igényesek. Tehát igen, vannak problémák itt a szinkronon belül, például az ilyenek. Én ezeket nem tudom elviselni, amikor egy 70 éves embert kéne leszinkronizálnom, akár csak egy mondat erejéig, én ezt egy kicsit ilyen romboló hatásúnak tartom. De közben meg néha véletlenül is bele lehet futni ilyenbe. Volt egy sorozat, ahol egy ilyen tudóst szinkronizáltam. Ez egy ilyen egy anime sorozat volt, de nem fog eszembe jutni a címe. És a sorozat tehát, egy ilyen laborban kezdődött, és akkor utána átmentek különböző helyekre, meg átváltoztak különböző ilyen szuperhősökké. És aztán az én figurám is a végén egyszer csak átváltozott, ő lett a főgonosz. Kiderült, hogy ő irányította a háttérből végig az eseményeket, de azért hagyján, kiderült, hogy ő lány. És ez onnan derült ki, hogy még a laborruhában így még nem látszott, hogy lány, de amikor átalakult, akkor a páncélján ott látszódott, hogy... Tehát, hogy... Ott már nem volt mit tenni. Nekem nincs ilyen. Én nagyon, nagyon sok szinkronomat visszahallgatom, visszanézem, tanulok a hibáimból, amennyire lehet. Az fontos. De meg hát jó vagyok, igen. Én utólag mindegyikbe bele tudok kötni egyébként, amit csináltam. Tehát amikor visszanézem, mindig egy kicsit máshogy csinálnám. Nincs olyan, hogy ez, na ez most 100%. Mindig maximum 96. Na jó, de a Harry Potterrel mi bajod van? Egyébként azzal van az egyik legtöbb. De ott a szereppel van bajom, tudod? Ott a körülmények viszik a hőst. Ő magában szegény. Nem akarom egyébként. Nagyon szeretem a Harry Pottert, de hogy ott azért az nem akkora feladat, mert ott mindig jön valami körülmény, ami tovább viszi a sztorit. Mindig segít Hermione. Igen, ő az egyik ész. Ez oké, okay, de ez a filmen lehet a problémád, de a szinkronnal... Ja, egyébként a csávót nagyon szeretem szinkronizálni, főleg mióta elmúlt a Harry Potter korszak, és azóta olyanokat villant a csávó, hogy nem hiszem el. Tehát, hogy tényleg kisminkelve, táncol, énekel, hullát játszik 2,5 órán keresztül, tehát, hogy nagyon kinőtte magát az ember. Én nagyon, nagyon szeretek mindent csinálni, ami a Daniel Radcliffe-hez kötődik. Volt olyan esetleg film vagy anime, amit már láttatok előtte, vagy ismertétek? Mielőtt fölkértek volna benneteket szinkronizálni? Nekem most van egy, amiről nem beszélhetek. De az a lényeg, hogy nagyon híres zenekarról szól majd a sorozat, aminek én nagy rajongója vagyok kicsikorom óta. És végül én lettem benne a főszereplő. De hát ennél többet ugye hát nem is mondhatok. Hát nagy tapsot kérünk akkor. De én már megnéztem, és nagyon jó. Többiek? Nem? Amiről tudtam előre. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy a Tsubasa kapitányt, amikor először szinkronizáltuk, akkor én nem ismertem. És aztán pont néhány évvel, tehát ez hát nem is tudom mikor volt, ez a 2000-es évek eleje. És aztán néhány évvel ezelőtt valamelyik csatornának újra kellett szinkronizálni az egészet. És
Nekem most is tetszett. Jó, amúgy úgy nem mehettek el, én már itt fangörcsölök már reggel óta, hogy majd jöttök, és úgy nem mehettek el innen a színpadról, hogy nem mondtok egy animéből egy jó hasonlatot. Tehát, hogy amit megszemélyesítettek karaktert, azt a kifejezett egy mondatot, mondjuk a Ilonától ugye a Kagomét szeretnénk hallani, azt a bizonyos mondatot. Így van, azt szeretnénk majd hallani. Jó, de előtte még egy kicsit koncentráltak egy picit, hogy esetleg a közönség szeretne föltenni kérdést. Gyere nyugodtan. Hello. Jó napot. Arra szeretnék kérdezni, hogy mit gondoltok azokra a munkáitokra, amiket így reklámszinkronokról, például a Fresnaf reklám. Mit gondolok a Fresnafról? Igen. A kis állatotok van, menjetek oda vásárolni. Igen, többiek, reklámok. Én például úgy volt, hogy a Decathlonnak a hangja leszek 2 éve, és azóta se hívtak fel, úgyhogy senki nem menjen a Decathlonba. Ne, viccelek, nagyon jó, én is ott veszek minden sporteszközt, nem sportolok. Köszönöm. Egyébként szerintem az az érdekes benne, hogy esetleg ti, akik fogyasztói vagytok a filmeknek, meg a reklámoknak, hogy nektek milyen élmény lehet az, hogy nem tudom, egyszer csak valamelyik karakter hangján megszólal egy reklám. Köszönöm. Valaki? Esetleg? Gyere. Sziasztok! Na, egy karakterhez illően, a lolos szinkronizáláshoz mit szóltatok? Mihez? A LOL, League of Legends. A League of Legendsnek a szinkronjához? Igen, mert most itt vagytok, és imádom, és játszom. De nekem ehhez is van egy sztori, elképesztő. Én azt hittem, hogy ma nem fogok tudni mit mondani. Nekem van egy barátom, aki nagyon durván rá van függve erre a játékra. Ti is ismeritek, a Jakab Márk. És ő így mindig mutogatja nekem, hogy figyelj, jött egy új trailer, jön be 3 új szereplő, ennek én akarok lenni a hang. És 2 hét múlva így beszélgettünk, és mondtam, hogy de most voltam a Masterba, csináltam egy ilyen LOL karaktert, és így, na ne. Mondom, hát én voltam az valamilyen éjherceg, vagy valami is, megöllek, gyűlöllek. Mert hát volt egy ilyen. Egyébként meg szerintem tök jó lenne, hogyha kulturálisan beágyazódna így a videójátékoknak a magyarítása még jobban. Egyébként egyre több van, de hogy lehetne még több, mert én is kipróbáltam, például az 5. Harry Pottert. és tök élvezhető volt. Nyilvánvalóan egy idő után ismétlődnek a hangok, mert elmondasz mindenből 3 félét, és akkor jön újra. De hogy szerintem sokkal élvezetesebb. Ha már Harry Potter, olvastad a könyvet előtte? Egyébként igen. Sőt, nekem ez ilyen álom sztori volt. Bárcsak én lehetnék, ha lesz film, és én lettem. Úgyhogy ez ilyen álom. Én nagyon szerettem. Visszatérve egyébként, szerintem nagyon menő dolog egy ilyen játékban lenni. Nagyon, nagyon fura, mert hogy ülsz a mikrofon előtt, nincsen semmi, és csak így mondod a mondatokat bele a nagy világba. Tényleg, hát addigra még te csak semmi. Látsz egy rajzot a karakterről, és semmi igen, más nem látsz. Igen, hogy az majd így fog kinézni. Csak oda van írva, hogy nyög 4-szer. És akkor oda van írva, hogy sírva nyög, meg ilyenek, tehát hogy így semmi. Ülsz, és ilyen 4 órán keresztül beszélsz bele a semmibe. Nagyon fura, de utána a végeredmény meg nagyon menő, úgyhogy tök jó. Még valaki? Igen, még League of Legendshez, még a legelején, amikor még senki nem ismerte ezt a játékot, akkor egyszer csak megkerestek, és kaptunk egy hatalmas ilyen Excel fájlt, amiben benne voltak, mint később kiderült, a League of Legends karakterei, és hogy milyen szövegeket mondanak. És akkor még úgy volt, hogy én fogom fordítani az egyik barátommal, akivel nagyon sokat dolgozunk egyébként együtt, és ő is szinkronizál, ő Hanvas Dani. És aztán utána nem mi fordítottuk, de én is ugye belekerültem.
És hát ez még a legelején volt, tehát én körülbelül szerintem egy karakternek vagyok a hangja. Ha jó, ugye? Oké, köszönöm. Na, azóta se voltam benne, de hát az is 2010-ben lehetett, vagy nem tudom, mióta van a League of Legends. De ez koncepció, hogy nem lehet kétszer valaki úgy, tehát hogy ott de minden karakter... hogy most voltál? Korábban nem voltál benne? Nem, én egyszer voltam, és pont elcsíptem a Máknak a kedvencét. Ezt hogy csinálod? Hát ennyire jó, nagyon jól el tudja változtatni a hangját, nekem meg ez az egy van. De én ugyanaz a karakter vagyok. Ja, úgy könnyű. Esetleg még valaki? Gyere, nyugodtan. Hát igen, úgy könnyebb lesz. Jól van. Na, szóval, sziasztok. Hello. Nekem az lenne a kérdésem, hogy nagyon, mind a hármótoknál nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy mondjuk az első évadban még valamelyikőtök az adott karakternek a szinkron hangja, és utána a harmadik évadban más, és utána a negyedikben mondjuk megint ti, és hogy ez miért van? Nekem a Vámpír naplókban volt ez. Annyi történt, hogy az egyik évad alatt elmentem szülni, és akkor sajnos nem tudtam kimenni szinkronizálni, de aztán kérték vissza a hangomat. Ennyi. És még egy kérdés ehhez kapcsolódóan. Ugye Ilona, te vagy Rarity, ugye? Igen. És téged miért cseréltek le? Mert... volt egy másik szinkron színésznő, akire lecseréltek. Szerintem másik stúdióba került, és össze-vissza voltak megadva a hangok, hogy kinek ki volt a hangja. Ugye rengeteg lány volt benne, és nem igazán tudták követni, úgyhogy ott csak valami félreértés miatt. De aztán átkerült megint másik stúdióba, ott meg megint én voltam a hangja. Tehát ugye az is szegény, ilyen össze-vissza van. Hú, mert ez nagyon nagy katyvasz volt nekem, de úristen, imádlak titeket! Még egy utolsó kérdés, eset? Gyere. Nyugodtan. Levente, nekem hozzá lenne kérdésem. Mondtad, hogy volt egy szerep, ahol így megváltozott a időközben, vagy kiderült, hogy más a karakternek a neme. Itt, mi volt itt a végén a megoldás? Hát a megoldás az volt, hogy végigcsináltuk a sorozatot így. Tehát, hogy még az se volt... Valljuk be, elég lányos vagy, és kész. Igen, és azt gondoltuk, hogy ez így is jó lesz. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk ez egy ilyen 80 részes sorozat, és aztán utána mondjuk a 55. résznél lesz kiderült. Tehát ott már igazából nem nagyon tudsz mit csinálni. És hát ezzel a hanggal, igen, voltak olyan részek, ahol kifejezetten, ahol ilyen nagyon nőies támadásokba ment át, akkor ott a hangunkkal is, vagy a hangommal is próbáltam ezt a vonalat követni, de körülbelül ennyit tudtam tenni a dolog érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Jó. Akkor szeretnélek megkérni benneteket arra, hogy egy-egy választott karakternek egy jellegzetes mondatát, úgy ugye nem mehetnek el innen, hogy nem halljuk mondjuk Kagomét vagy Harry Pottert, ugye? Ugye? Na. Hát egyébként engem nagyon sokszor kérnek meg, és mindig ugyanarra az egyre emlékszem. Csak ne legalább pászos... emlékszel egyre. A patronus bűvájra. És most itt üvöltözzek? Igen. Jó, rendben. Álljál fel nyugodtan. Mehet? Expecto Patronum! Ah! Nagyon jó. Én csak a Kagométól csak arra az egyre emlékszem sajnos, hogy Inuyasha fekszik! Tudtok olyan mondatot mondani, amit biztosan elmondtam? Bármelyik hát filmben. A Madagaszkárban esetleg, amikor az oroszlántól átveszed a volánt. Az oroszlántól átvette a kormányt, hogy a zebra a gyalogosoké.
Ó, és ez a mondat, hogy a zebra a gyalogosoké. Én nekem az jutott eszembe, amikor Alex egy kicsit így bebódul a húshiány miatt, és egyszer csak ugye arra eszmél, hogy már Mártinak a fenekébe harap bele, és ott van az, hogy hé, Alex, harapod a farom! És nagy tapsot kérünk mind a három szinkronszínésznek, Molnár Ilonának, Molnár Leventének és Gacsal Ádámnak. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!